kávéfőző vízkűtelenítés, vagy vízkűoldás programmal. Biztos sokan vagytok, akik csinálnak ilyet, mikor kiírja, hogy vízköves, akkor el kell végezni a karbantartást. Na, egy kis segítséget szeretnénk nyújtani hozzá, mert ugyebár ezen a kis csövön fog kijönni a víz egy nagy edénybe, és az mindig csap össze-vissza minden. Ha ezt most leveszem, ezt a kis, amit el kell most, amikor kapucsinót csinálunk, ezt lehúzzuk, és ezt, van egy ilyen kis gumicső, ez egy szilikon cső, ezt ide felhúzom rá, így, jobban felhúzom, és egy kézzel nem tudom, és ezt beleteszem abba az edénybe, amibe kivezetem a vizet, azt a másfél liter vizet. Képzeljétek el, ha így csináljuk, akkor egyáltalán nincs összese csap semmit, és nem tiszta víz mellette, mint hogyha esne az eső. Hát ha valakit érdekel ez a kis újítás, biztos, hogy sokan ismerik, mert sokan csinálják, főleg a kávégép szervizesek, de én így csinálom, hogy ne legyen tiszta víz minden, a föld, az asztal, a padló, meg minden. Na hát örültem, hogyha valaki nem tudta, segíthettem neki, és amikor kész van, levesszük ezt a habosítót. Visszahelyezzük, visszacsukjuk a helyre, és már kész is van, indulhat a kávéfőzés.